egyszerre. Laci, te! Hallod-e? Süketez! Jár ide, jár, ha mondom, rontom, bontom! Ülj meg itt az ölemben! De nem ott szállj, mert különben megtalállak csípni. Hígni. Ugye fáj? Fáj az igazság neki. Hát neki a báj! Szájad beted, s nyisd ki füledet, nyisd ki ezt a kiskaput, majd meglátod, hogy mi fut rajta át fejedbe. Egy kis tartalepke. Tartalepke kismese, szállj be Laci fejébe. Majd a golyó! Volt egy ember, nagy bajuszos, mit csinált? Elárulta a népet. Elment a kúthoz. Ugrott volna bele. De nem volt víz a vederbe. Kapta magát, telemerte. És vajon minek merítette meg azt a vedret? Mert hülye szegényként. Talán a kertet kéne meglocsolnia? Vagy ihatnék? Nem biza. Telt vederrel a kezében, a mezőre vallak szépen, ott megállt és körülnézett. Elnye vajon mit szemlélhet? Hogy látják-e, mit lopott? Talán a fényes déli bábot? Hisz olyat már sokat látott. Vagy a szomszéd falu tornyát? Hisz azon meg nem sokat lát. Vagy tán azt az embert, bocsánat? Vagy tán azt az embert, ki amott a kendert áztatóba hordja? Arra sincsen gondja. Hát mire van hát? Elbugadtál! Már csak megmondom, mi véget nézi át a mezőséget, a vizet miért hozta ki? Ürgét akart önteni. Inkább tiltsa ki, de mindenhonnan. Ni, ott az ürge, hűmi fürge. Mind szalad. Pillanat, s oda bent van, benn a lyukban, a mi emberünk serest, oda nyargal egyenest, a lyuk mellé is beleönti a veder vizet, torkig tele lett. Mi is torkig vagyunk már vele? A szegény kis ürge egy darabig tűrte, hanem aztán csak kimászott, még az inge is átázott. A lyuk száján nyakon csípték, hazavitték, s mostan itt van, karjaimban, mert a fürge ürge, pajkos ürge, te vagy Laci, te bizony. Kijöntünk téged is. Szeretettel köszöntök mindenkit ezzel a kis verssel Kövér László ürgénél, akit most jelképesen kijöntünk, legalább úgy, ahogy ő kitiltott 27 embert a képviselő irodáházban, meg előtte jó párat még máshonnan. Ugye itt vannak is ilyen táblák, hogy ki vagy tiltva, ugye a Bajusz királyt a közéletből kitiltjuk ezzel a mai kis demonstrációval. Köszöntöm a résztvevőket, köszöntöm a médiát, köszöntöm a rendvédelmi erőket, a közrendvédelmi osztályvezetőt, Németh Istvánt, akivel megint sokat egyeztettünk a rendezvénnyel kapcsolatban, és ha jól körülnézünk, akkor a mi megítélésünk nem sokat változott egy évvel ezelőtt óta. Általában, ha egy demonstráció van egy ilyen nagy kutya házánál, akkor sorfalat állnak a rendőrök, néha még be is öltöznek, de ha mi jövünk ide, akkor erre úgy tűnik nincs szükség, mert tudják, ha azt ígérünk, hogy nem lesz balhé, akkor nem lesz balhé, ha azt ígérünk, hogy lesz balhé, akkor lesz balhé. Ez mutatja a kapcsolatunkat a rendőrséggel, hogy bizony, ha szavunkat adjuk valamire, akkor az úgy van, és ez oda-vissza igaz. Köszönjük szépen, és így szeretnénk a jövőben is, mi mindent megteszünk azért, hogy így legyen. Köszöntjük a szomszédokat is, egy kis türelmet kérünk. Ez az időszak jött el, amikor sorozatosan ezeknek a mocskoknak a házainál lesznek a hangos demonstrációk, mert ezek olyan süketek, hogy ha oda megyünk a Kossuth térre, oda megyünk a munkahelyükre, akkor nem hallják. Hát fontos az, hogy akik a környezetükben laknak, ők is megtudják, hogy mekkora hazárulók, hogy verik át a népet, hogy szipolyozzák ki önöket is, kedves szomszédok. Természetesen önök is sokkal jobban élhetnének, ha ezek nem harácsolnának együtt. Köszöntöm a mocskok haverjait is, ide felsorakoztak politikusok, bankvezérek, tehát a személyesen nem is jöttek ide, meg ugye maga Kövér László is csak a söprűn van jelen, oda feltűzve. Hát a személyesen nem is jöttek ide, de azért valamilyen módon csak eljöttek ide közénk.
Figyelnek ők minket a háttérből, biztos vagyok benne, hogy ott rettegnek a saját házukban, hogy őhozzájuk mikor megyünk. De nem kell sokáig félniük, mert megyünk, tehát majd a beszédek végén elmondjuk, hogy hova vannak már konkrét terveink, időpontjaink és címeink, és továbbra is várjuk a lakcímeket, mert nem olyan könnyű ezeket azért megszerezni, igyekeznek jól elbújni, mint az űrge a lyukba, de mi kiöntjük. Megmutatjuk ország világnak, hogy az emberek számon kérhetik a politikusokat. Nem különbek ők, mint bármelyikünk, ugyanúgy, ha elmondanak valamit, akkor azért felelniük kell. Ugyanúgy, hogyha egy esztergályos méret alá esztergál, akkor a sarokba fog állni és ki fogják rúgni. Hát ha ők többet lopnak, mint ami megengedett, akkor ki fogjuk őket rúgni. Tehát két dolog miatt vagyunk ma itt. Az egyik a kitiltás, amiről már beszéltünk, a másik pedig a forintosítás, tehát ezt földobták nekünk rendesen ezt a labdát, ebből még nagyon-nagyon sokat fogunk tudni előre haladni. Ő el szeretne jönni, vagy megfordul. Csak megteszi, hogy megfordul, nem teszi meg. Megvárjuk? Persze, hogy egy picit engedjetek el, hagyj jöjjön.